Üdvözöllek az első videoblogomban, ahol arra fog kitérni, hogy miért nem a kaja a legfontosabb. Divatos manapság az egészséges táplálkozással foglalkozni. De vajon miért? Ez valami új passzió, miért a modern jóléti társadalmakban az embereknek van ideje és pénze egészséges élelmiszereket, vitaminokat vásárolni, és azt remélik, hogy ettől jobb lesz az egészségük. Meglátjuk. Az tény, hogy egyre több a fáradt ember, akinek hullámzik a energiaszintje, túlsúlyos, esetleg már valami komolyabb anyagcsere problémája van, emésztési problémája, és keresik természetesen erre a gyógyírt. Ebben a kis videoblogban azt fogom elmondani, tehát, hogy miért nem a táplálkozás az elsődleges, amire fókuszálni kéne. Erre több indokom is van. Az első, hogy a mai világban legalább 100 vagy 1000 féle táplálkozási ajánlás létezik, és mindegyik irányzat fel tud mutatni valamilyen egészségesnek tűnő díszpéldányt, akit aztán lehet követni, hogy mit eszik, hogy eszik. Neked nem gyanús esetleg, hogyha van több száz féle ajánlás, sokszor egymásnak ellentmondó, akkor ott valahol elveszik az igazság. Mi lehet az egyetlen egy, ahol közös nevező van? Magam is többféle irányzatot kipróbáltam, volt, hogy számolgattam a kalóriákat, a legjobb, legminőségibb tápanyagokra költöttem a pénzemet, beosztottam a makrotápanyagok, fehérjék, szénhidrátok, zsírok arányát, aztán végül mégse éreztem valahogy 100%-osnak magamat. És az a jó hír, hogy van egy jobb megoldásom számodra. Az állatoknak, a növényeknek nem kell odafigyelni, hogy mit vigyenek be, ők tudják maguktól ösztönösen. Akkor az ember miért nem? A második érv, hogy miért nem a kaja a legfontosabb. Ha kicsit is jobban belásod magadat az ember táplálkozásával tudományos szinten, akkor egy idő után el fogsz jutni oda, hogy minden táplálék a úgynevezett mitokondriumokban hasznosul a sejtekben, amelyek ilyen kis energia- és víztermelő sejtszervecskék. Igen, ám, de a mitokondriumban nem zsíros kenyeret, vagy sült krumplit, vagy szalonnát viszünk be, sőt nem is szénhidrátokat, fehérjéket, zsírokat, hanem ők elektronokat, protonokat és fotonokat hasznosítanak. És ezt már több évtizede tudjuk. Innentől kezdve számomra értelmetlen bármilyen más diéta, ami nem ilyen szinten gondolkodik. A harmadik érvem, hogy miért nem a kaja a legfontosabb. Ezen az ábrán összegyűjtöttem néhány fontos biomolekulát, hormont, idegi ingerület átfüggő anyagot, mint például a D-vitamin, vagy a tesztoszteron, ösztrogén, dopamin, adrenalin, stb. Láthatod, hogy mindegyiknek ilyen szép gyűrűs szerkezete van, vagy kettős kötéseket tartalmaz. Ez egy olyan kémiai tulajdonság, ami lehetővé teszi, hogy fotonokat nyeljenek el, alakítsanak át és továbbítsanak. Tehát innentől kezdve el lehet gondolkodni rajta, hogy igazából a sejtek azok a fotonok és elektronok játszóterei, nem pedig a sült krumplié, vagy a szalonnáé, vagy a salátáé. A negyedik érvem, hogy miért nem a kaja a legfontosabb. A Föld 4,6 milliárd éves. Kering a nap körül, váltakozik a nappal és az éjszaka, váltakoznak az évszakok. Az első élőlényeknek a Földön ezekhez a napszaki, évszaki ingadozásokhoz kellett alkalmazkodniuk, mielőtt elmentek volna a hamburgereshez. Az úgynevezett cirkadián ritmus, egy ősi belénk épített program, ami a napszakok váltakozása szerint szabályozza a hormonok és neurotranszmitterek szintjét. Ez egy újabb tudományos terület, ami a utóbbi években, évtizedekben kezdett kibontakozni, és erre is a legjobb eszköz a kvantumbiológia, hogy megértsük. Tehát összeszedtem
most kapásból 4 érvet, ami szerintem fontos és eléggé elgondolkodtató. De van még jó néhány a zsebemben, úgyhogy remélem velem tartasz a következő videókban is, mert sok érdekességet tudok még mondani. Amit az elmúlt 10-15 évben tanultam, olvastam, azok alapján úgy gondolom, hogy nem a kaja a legfontosabb, hanem a cirkadián ritmusra való odafigyelés. Ez a gyakorlatban azt jelenti, pofon egyszerűen, hogy reggelente menj ki a szabadba, nézd meg a napkeltét, napszemüveg, kontaktlencse nélkül, lehetőleg minél nagyobb bőrfelülettel, napközben igyekezz minél több időt kint tölteni a szabadban, este pedig sötétíts be rendesen és feküdj be korán aludni. Nagyon röviden, hozd vissza a napot az életedbe. Persze ne dobjuk ki a táplálkozás tudományt a kukába, mert az is nagyon fontos, csak úgy gondolom, hogy nem az első számú, amire oda kéne figyelni egy egészséges, hosszú élet szempontjából. Köszönöm, hogy meghallgattál, remélem sikerült elgondolkodtatni téged, és találkozunk a további videóban.